Alig néhány kilométerre az ukrán határtól új arculatot keresnek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszabezdéden a lakosság mindennapjait sokáig a Záhonyi vasút határozta meg. A helyzet azonban megváltozott, így mindenkinek más lehetőség után kell néznie. Ezen a vidéken a talaj homokos és kemény, ezért a falu polgármestere az energiaültetvényekben gondolkodik. A múlt században Tiszabezdéden volt az ország legnagyobb pálinka főzdéje, amiből már most nyomokat sem látunk. A gyümölcs az meghatározta a helyiek életét, azonban a piac, a gyümölcs felvásárlása az teljesen visszaesett, így vissza kell találnunk a hagyományos vagy a szántóföldi termesztésre. Az erdő az ilyen pluszként jött a mezőgazdasági termelésben, az állásidőt szerettük volna úgy kihasználni, hogy legyen akkor is munka, legyen akkor is feladat, amikor éppen nem kell, nincs tömegmunka a mezőgazdasági termelésben. 0,7 hektáros erdőterület, tehát egy erdőléptékben kicsi, azonban ez pont úgy van meghatározva, hogy a mi mezőgazdasági projektünk csapatának a sorai tükrözik vissza az erdőt. 21 emberünk van és 21 sor van az erdőben, mindenkinek a nevéhez, vagy mindenkihez kötődik egy sor, és úgy is ápolják, úgy is gondozzák, hogy mindenkinek saját sora van ebben az erdőben. A telepítéséből is látszik, hogy energiaültetvényt szerettünk volna belőle csinálni, ugye a sor és tőtávolságuk is azt tükrözik, hogy nem egy hagyományos erdőművelés. Úgy vannak a növények, hogy ezt a következő évben már megritkítjuk és biokazánba fogjuk használni. Az önkormányzat azt tervezte, hogy az intézményeiben biokazánt állít be, és a gázt ezzel szeretnénk kiváltani. Az energiaültetvénnyel párhuzamosan a növénytermesztéssel is foglalkoznak Tiszabezdéden, amely elsősorban a helyi nőknek nyújt megélhetést az újratanulók program keretében. Büszke vagyok arra, hogy a főnökünk segítségével eljutottunk oda, hogy most már uborkásunk is van. Reménykedek abba is, hogy jól lesz, sikerülni fog. A retket kell kiszedni a konyhára, aztán a paradicsomot felkötözni, kapálgatni még itt körbe, ami van olyan fű, mert gyomosodik, ugye a fóliától, a szintűző berendezéstől. Aztán majd még lássuk, hogy mit mond még a brigádvezető. Egyesek 20-25-30 év után újra iskolapadba ülnek, és ezt nagyon pozitívan látom. Ha azt az eredményt elérjük, hogy saját kertjüket megművelik a kapott tudás alapján, már sok eredményt értünk el. 1000 méter korlonos uborkát telepítettünk, 3 ikersoros és 5 sor normál szintosoros művelésű, a területe pedig 2000 négyzetméteres. Július elején már azt gondoljuk, hogy olyan állapotban van, hogy beindulhat rajta a szedés. Hát igazán a nagy termést azt július közepétől tudjuk a konzervgyárnak szállítani.